Újabb topos pályázatokat bíráltak el pozitívan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így a nyertes kérelmek száma eléri a 346-ot. Ezzel a rendelkezésre álló 89,3 milliárd forintos keret kétharmadát már elnyerték a pályázók. A támogatási szerződéseket pedig közel 46 milliárd forint értékben megkötötték, az érintettek 40%-a már az igényelt összeget is megkapta. Köszöntöm a stúdióban Sesták Oszkár urat, a megyei közgyűlés elnökét. Jó estét kívánok! Nos, a tervezett ütemben haladnak a pályázatok beadása, illetve elbírálása? A kedvezményezettek nyilván, és részint a megyei önkormányzat is sohasem lehet elégedett az ütemmel, viszont összehasonlítva az előző 7 éves fejlesztési periódussal sokkal-sokkal jobban állunk az akkori teljesítésekhez képest. Persze ez sohasem tölti elégedettel az embereket, engem sem, szeretnénk gyorsabban, még több összeggel a pályázók rendelkezésére állni, de ismerve az intézményrendszer átalakítását, a döntéshozatali mechanizmus, bátran mondhatom, hogy összeállítja az előző 7 éves fejlesztési időszakkal a mostani teljesítés, a források, különösképpen a lekötése, illetve a forráshoz jutás, az összehasonlítást. A benyújtott pályázatok, illetve ezeknek az elbírálása mennyire tudja követni azt a stratégiát, amit a megyei önkormányzat célul tűzött ki? A stratégia az egy olyan megalapozó dokumentum volt, amelyhez nem voltak összegek rendelve. Tehát azt tudom mondani, hogy a fő célokat tekintve igen, de így is lesznek olyan prioritások, olyan fejlesztési célok, különösen gondolok közintézmény fejlesztésekre, amik a következő években a magyar költségvetést is fogják terhelni, hiszen ismeretes, hogy az óvodáztatás az 3 évtől kötelező már, de ez nyilván infrastruktúrális fejlesztések is kellenek. Itt talán legfeszítőbb gond a topot illetően, belvíz csatornák esetében sem tudjuk az összes igényt kielégíteni, tehát lenne még bőven fejlesztési forrásra igény. A megyében viszont az arányokat, illetve az irányokat tekintve megfelel a fejlesztési dokumentumokban lefektetett céloknak. Az eddig elbírált pályázatok nagyjából hogyan alakulnak, milyen célokat szolgálnak zömmel? Hát, ahogy mondtam, a közintézményfejlesztés egy nagyon fontos célja, összegszerűen is több mint 10 milliárd forintot tartalmaz ez a fejlesztési csomag, bölcsődék, orvosi rendelők is, még folytathatnám a sort, de ahogy mondtam, csapadék vízelvezető csatornától az útépítésig, és hát a legfontosabb talán, ez infrastruktúrálisan nem jelenik meg, de a megyei munkahelyi paktum, amely egy olyan csak fontos aktivitást jelent számunkra, különösképpen, hogy lassan nem megyei munkanélküliség, hanem munkaerőhiánnyal kell számolnunk úgy az országban is. Ha már itt a munkaerő kérdés merült fel, maguk a pályázati projektek megvalósítása mennyire tud gördülékeny lenni ennek fényében, hogy bizony szakemberhiánnyal kezdünk küzdeni? Ezt látom, illetve látszik a kedvezményezetteknél is. Ez az építőipari áraknak az elszabadulását is jelentette, hiszen olyan piac van, ami igényli a plusz embereket, tehát keresleti piac van, és ebből adódóan itt komoly feszültségek lehetnek, ráadásul a pályázati rendszer összetorlódása révén nagyon sok kapacitás igény merül fel pályázatok megvalósításánál, és hát egyre kevésbé van építőipari munkaerő is. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy a béreket remélhetőleg felfele tolja viszont a megvalósítás költségeit is. Lehet, hogy el kell gondolkodni újabb képzési pályázatokon? Biztos vagyok benne, és a TOP-nak a munkahelyi paktumi részében igyekszünk a munkáltatók olyan igényére is megfelelni, amilyen képzési programokat jelent, tehát akár építőipari szakmákban, akár más feldolgozóipari ágazatokban lehet a munkáltatók jelentkezni a munkahelyi paktum révén, akár a helyi paktumok, akár a megyei paktum bevonásával a képzési programokba, illetve hát olyan társadalmi csoportokat is meg kell szólítanunk, akik eddig kevésbé voltak aktívak a munkaerőpiacon, remélhetőleg az ő megszólításuk pozitív lesz. Erre állami programok is vannak a GINOP-ban, a gazdasági innovációs programban, hogy ezeket a társadalmi csoportokat, romákat, nőket, kis településen élőket is be tudjuk vonni a munkaerőpiacra. Hogyan látszik az eddig benyújtott pályázatokból? Lehet-e megfigyelni mondjuk területileg
ügyesebb területeket, akik jobban tudják érvényesíteni az ő szándékaikat, vagy esetleg vannak olyan területek, akiket segíteni kell jobban? A kis településen mindig nehezebb a pályázati célokat is azonosítani. A topban is nehéz néhány szűrűs településnek akár olyan kézzelfogható pályázati célt is találni, amelyre indulhatnának. De azt gondolom, hogy 1000 főnél nagyobb települések esetében nagyjából arányos a pályázatokon való részvétel, illetve az eljárt összegek is. Nem látok kirívó területi különbségeket. Sőt, igazából a pályázati rendszernek valahol ezt a célt is kellene szolgálnia, hogy egy kicsit a különbségeket és az esélyegyenlőségeket biztosítsa. Ez látszik megvalósulni? Igen. Tehát a kisebb települések, mondom, az egészen piciket kivéve, akkor valóban nem lehet minden szolgáltatás csomagot minden településen megjeleníteni. Tehát azt a tervezési folyamatban is igyekeztünk elmondani, megjeleníteni, hogy lesznek olyan szolgáltatásokat, amely egészen pici településeken nem tudom óvodát vagy bölcsődét fejleszteni, ha bár vannak olyan állami programok, amelyek ezt is mini bölcsődei program keretében, akár kis településekre is elviszik, és ennek máshol, nem a topban, de máshol más állami programokban vannak ennek pályázati lehetőségei is, de az 1000 főnél nagyobb települések esetében azt gondolom, hogy a kiegyenlítést is szolgálja. Kicsiknél infrastruktúrális fejlesztések kellenek, hogy minél gyorsabban elérhetők legyenek azok a szolgáltatások kis településen élőknek is, amelyeket joggal igényelnek, viszont nem tudjuk még a top forrásai révén sem egy fogorvosi ellátást. Fogorvos sincs, tehát vannak ilyen korlátai, vagy ugye tudjuk, milyen nehézségeket okoz a házorvosi ellátásnak a megszervezése is, nem vállalkoznak sajnos állami ösztönzők ellenére sem fiatal orvosok erre a hivatásra. De nem is feltétlenül reális, itt sokkal inkább az úthálózat, igen, illetve a közlekedésfejlesztés lenne az, ami megoldás, tehát a szolgáltatás elérhetőséget. Igen, erre irányulóan vannak pályázatok? Igen. Vannak utas pályázatok is, a topban is, bár itt nagyon csekélyek a források, de azt tudjuk, hogy van egy országos 100 milliárd közútfejlesztési program, amely teljes egészében magyar forrásokból valósul meg. Tehát vannak olyan állami programok, amelyek ezt célozzák, hogy minél megközelíthetőbbek legyenek a kis településen élők számára is ezek az állami, illetve önkormányzati szolgáltatások. Ebben tud szerepet vállalni a megyei önkormányzat? Mindenféleképpen koordinatív szerepet vállalunk, ezt igényeljük is, és ezeket az igényeket, ezeket a jogos elvárt lakossági települési igényeket igyekszünk érvényesíteni az állami programokban is. Hogyan tovább? Ugye van még forrás, ugyanaz az ütem az rendben halad, de mi az, ami legközelebb várható? Minden célra már kiírtuk a pályázatokat. A következő ütemben is ugyanazok a pályázati célokra lesz második ütemű pályázati kiírás. A legközelebbi talán egy turisztikai fejlesztési csomag, aminek a határidejét ismerem, de lesz még néhány szolgáltatási fejlesztési csomag is, amire érdemes figyelni a potenciális pályázóknak, elsősorban önkormányzatoknak. Melyek a kiemelt gazdasági területek? Ugye itt a turisztikát említette már. Turisztika, ami a megyei önkormányzatnak fontos terület. A GINOP-nál tudnék ilyen gazdaságfejlesztési célokat meghatározni. A TOP-ban elsősorban szolgáltatásfejlesztés, illetve a GINOP-hoz, gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúrális és egyéb beavatkozások vannak. Tehát nálunk nem közvetlenül alanyai a gazdaságfejlesztésben szerepet kapó vállalkozások a pályázatoknak, de a GINOP-ban a hagyományos magyar iparágak mellett gyógyszergyártás, feldolgozóipar, mezőgazdaság, ugye egy másik program, a vidékfejlesztés, érdemes figyelni a forrásokat, illetve az olyan konstrukciókat is, amelyek már nem úgynevezett ingyen pénzt juttatnak a vállalkozóknak, hanem más konstrukciókon keresztül, hitelkonstrukciókon keresztül is segítik a beruházókat. Elnök úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm.